pár éve a végbélnyíláson mellett van egy 1 cm hosszú vékony repedés, ami időközönként viszket. Mi lehet az okozója, és hogyan lehet gyógyítani? Minden végbéltáji panasz és probléma esetén sebészeti, illetve proktológiai vizsgálatra van szükség, amely eldönti azt, hogy mi is okozza a panaszt. Ha ez valóban egy végbélberepedés, egy úgynevezett fisszúra áni, azt annak a kezelése többféle módon történhet. Részben étrendi és életmódbeli változtatások mellett helyileg alkalmazott kenőcsökkel lehet kezelni a betegséget. A kezelés mindig hetekig, hónapokig tartó kezelés. Amennyiben ezek a kezelések nem segítenek, akkor műtéti beavatkozás is lehetséges, de azt gondolom, ezt ma már nagyon ritkán végezzük, hiszen a gyógyszeres kezelés az elmúlt 10-15 évben a sebészeti fegyvertárba bekerült, ezért ezeknek a műtéteknek a száma jelentősen lecsökkent.